Jó napot kívánok, ez a háború Ukrajnában adása. Köszöntöm Önöket a felelős szerkesztő Virág Hamisarolt a nevében is. Én Ferkó Dániel vagyok. Vendégeink itt a stúdióban Stier Gábor, a moszkvatér.com főszerkesztője, valamint Vukics Ferenc katonai szakértő. Mai adásunkban szó lesz arról, hogy a New York Times szerint ukrán rakéta okozhatta a Konstantinovka piacán történt halálos csapást, illetve teljesen friss hír, hogy alig két órával ezelőtt az azerbajdzsáni katonai erők elkezdték lőni az örmény fennhatóság alatt lévő hegyi Karabahot. Kezdünk! Terrorellenes műveleteket kezdett a hegyi karabahi régióban néhány órája Azerbajdzsán. Az ország tájékoztatása szerint a műveletek az örmény erők ellen irányultak. Törökországot és Oroszországot tájékoztatták az eljárásról. Robbanásokat hallottak Stepanakertben, a régió fővárosában, amely évtizedek óta vitatott a két ország között, az AFP riportere szerint. Azerbajdzsán követeli Örményország fegyveres erőinek azonnali leszerelését hegyi Karabahban, valamint a kikiáltott köztársaság katonai és kormányzati struktúrájának felszámolását, közölte hétfőn az azeri külügyminisztérium. Baku ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az örmény fél szerinte erődítményeket épít, csapatokat és fegyvereket telepít, mind az Azerbajdzsán és Örményország közötti határ mentén, mind Karabakban egy újabb katonai támadáshoz. Azerbajdzsán azután szólította fel Örményországot a leszerelésre, hogy Örményország és az Egyesült Államok közös hadgyakorlatot kezdett szeptember 11 és 20-a között. Korábban pedig Günther Fehlinger, az Európai NATO Fejlesztési Bizottság elnöke azt mondta, hogy Örményországnak csatlakoznia kellene az Észak-Atlanti Szövetséghez. Hát egy egészen friss történet ez. Egy újabb háború kapujában állunk itt a hegyi Karabakban? Újabb háború, és hát aki figyelte a térséget, annak nem lehet meglepő. Hiszen a nagyjából 2-3 héttel ezelőtt nagyon-nagyon fölgyorsultak az események. Tehát a augusztus folyamán a korábbi nagyjából tucatnyi határincidens vagy ilyen egyéb incidenshez képest 60 incidens volt a karabahi határon, tehát ez már mutatta, hogy egyre nagyobb a feszültség. Ezután az elmúlt hetekben az azeri erőket a határ mellé vonták, ugyanígy az örményeket is. A határhoz közel vittek csapatösszevonások voltak Iránban is. Tehát valami nagyon-nagyon készült. A kérdés számomra az volt, hogy megvárják az azeriek ezzel a második karabahi háború harmadik évfordulóját, ugye 2020-ban volt már egy karabahi háború, meg volt a 90-es évek elején. Ebben a 2020-as háborúban szeptember 27-én kezdődött, tehát nem várták meg. Akkor Karabaknak egy részét már elfoglalták, néhány járását elfoglalták az azeriek. Most minden szándékuk az, hogy a teljes Karabakot elfoglalják. A kérdés igazából az, hogy megállnak-e az azeri erők Karabaknál, vagy az a világ a nem vitatott Karabakon kívül a mindenki által elismert örmény területekből is akarnak kiharapni, mert erre is vannak utalások. Na most ahhoz, hogy az azeri erők ilyen gyorsan csaptak le és hajtottak végre támadást Örményország hegyi Karabak ellen, ennek van-e köze ahhoz, hogy az Egyesült Államok és Örményország közös hadgyakorlatba kezdett, illetve ahhoz, hogy Örményországot szeretnék a NATO-hoz csatlakoztatni? Ebben a konfliktusban Örményországnak korábban hagyományosan Oroszország volt a szövetségese, és úgy ellensúlyozott az azeri török szövetséggel szemben. Ugye Azerbajdzsán az legutolsó háborútból győztesen tudott kikerülni, ez döntő részében amúgy a törökök által rendelkezésre bocsájtott drónoknak, illetve azoknak a zsoldos csapatoknak köszönhette, akiket a törökök az észak-szíriai térségből gyűjtöttek össze, és korábban már bevetettek Líbiában is, Észak-Szíriában is, miért ne használták volna őket Azerbajdzsánban. Tehát nagyon látható, hogy a török támogatás az jelentős, a katonai támogatás jelentős, látszik, hogy a
török hírszerzésnek a felderítési adataira is tudnak támaszkodni, és folyamatosan próbálják támogatni az azerieket. Tehát az egyik oldalon Azerbajdzsán a török támogatással, és egy érdekes helyzetbe került Örményország azzal, hogy történt egyfajta váltás, megpróbáltak egy kommunikációváltást, megpróbáltak minél kedvezőbb kapcsolatokat kialapítani a nyugattal, egy kicsit párbeszédet folytatni az Egyesült Államokkal, ez viszont azt jelenti, hogy lényegesen csökkent az ott lévő orosz erőknek a jelentősége, sőt, ugye bizonyos erőket ki is vontak már a térségből az oroszok, vagyis az az ellensúly, ami lehetőséget biztosított Örményországnak, hogy ebbe a konfliktusba abszolút vesztesként ne kerüljön ki, ez most megszűnt, és ez azért is érdekes, mert a két ország között népességben, gazdaságban jelentős túlsúly van Azerbajdzsánnyal. Gábor. Az, hogy mivel magyarázható, azért azt látni kell, hogy az elmúlt évtizedekben, különösen az elmúlt egy-másfél évtizedben, miközben az azeri hadsereg látványosan, nagyon látványosan fejlődött, nem csak a török támogatásnak köszönhetően, hanem Azerbajdzsán mindenhonnan összevásárolt mindent, orosz fegyvereket, nagyon jó a kapcsolata Izraellel és az említett török rész. Eközben az örmények gyengültek, viszonylagosan gyengültek, tehát nem fegyverkeztek úgy, ahogy kellett volna. Tehát hogy kellett volna? Mert hogy látták azt, hogy Azerbajdzsán nagyon látványosan fegyverkezik, látványosan készül arra, hogy visszaszerezze Karabahot, és ez az egyik momentum, hogy egyensúlytalanság lépett föl a két hadsereg között. A másik az, hogy jelen pillanatban Nikol Pasinyán miniszterelnök, egyébként béketárgyalások folynak Azerbajdzsán és Örményország között, amelyben Pasinyán lényegében föladná Karabahot, és csak autonómiát, illetőleg a kisebbség, még csak az sem, tehát a kisebbségi jogok tiszteletben tartását kéri. Ez a második nagy fontos momentum, tehát Pasinyán, aki elengedte az előző kormányokhoz, elnökökhöz és miniszterelnökökhöz képest Karabahot, most kell valahogy ezt rendezni, és még egy momentum az, hogy hát Oroszország egyrészt lekötött, az erői lekötöttek, a diplomácia mindenféle erői lekötöttek Ukrajnában, a másik pedig az, hogy ahogy Feri is említette, Pasinyán el akar szakadni, és szépen leválik Oroszországról. Tehát van most egy olyan helyzet, amit hát nem tudok másképp fogalmazni, az azerbajdzsániak logikusan használnak. És ehhez a térséghez kapcsolódó hír egyébként, hogy eközben az ukrán külügyminisztérium szóvívője cáfolni kezdte azokat a híreket, miszerint Kijev részt venne egy esetleges grúziai puccsnak a kitervezésében. Mit jelentsen ez, és hogyan kapcsolódik az iméntiekhez, vagy kapcsolódhat ez? Hát Ukrajna szinte mindenben megpróbált részt venni, a figyelmet megpróbálta magára valamilyen úton, módon fölhívni, és ugye aki figyelte az eseményeket, az tudja, hogy a kijevi rezsimnek a megalakulása során nagyon erőteljes grúziai kapcsolatok voltak, hiszen grúz vezetők, maga a miniszterelnök is ugye megjelent, korábbi grúz miniszterelnök is megjelent, mint Ukrajna egyik prominens vezető. Mihály Szakásvili. Így van, akivel ugye rengeteg probléma volt, és akkor utána a börtön, a betegség és mindenfajta a trükkök kapcsán próbálták valahogy mégiscsak mentesíteni, hogy az otthoni eljárások ne érinthessék őt, ez még nem teljesen sikeres, de a lényeg az, hogy van egy nagyon szoros kötődés a két ország között, amúgy a grúz vezetésnek egy jelentős része amúgy Kijevben végzett, és nagyon jó például Szakasvili is, de a későbbiek közül is nagyon sokan vannak, akik nagyon jó kapcsolatokat ápoltak a két ország között, és az Oroszországgal szembeni fenntartásaik, azok valamilyen szinten továbbra is összekötötték őket, tehát én azt mondom, hogy van egy komoly együttműködés, amellett, hogy látjuk, hogy például a grúz légió harcol Ukrajnában, méghozzá egy elég jelentős létszáma, nagyon nagy veszteségeket is szenvedtek az elmúlt időszakban, tehát nem lehet azt mondani, hogy a két országnak a kapcsolata az egy teljesen szokványos kapcsolatként működik, tehát elképzelhető, hogy volt ukrán nyomás a grúz viselkedéssel kapcsolatban, hogy miket kellene megfogalmazni, akár Oroszországgal szemben, és lehet, hogy ugyan
ugyanúgy a grúzoknak is voltak el várásaik Ukrajnával kapcsolatban. Egy nagyon távlati terv, egy igazából egy ilyen szinte álomba illő terv az ukránok részéről, hogy ők szeretnék megszerezni a Fekete-tengernek a teljes partvidékét, és a kaukázusi kapcsolatot létre szeretnék hozni Ukrajna és a kaukázusi országok között, és ők erre nagyon sokszor felhívták a figyelmet, hogy Oroszországnak a tökéletes meggyengítése a Fekete-tengertől történő teljes elvágásával valósítható meg. Kábor. Tehát még mielőtt ilyen álomszerű dolgokig mennék, hogy mit szeretném, miről álmodik nem a nyomor, hanem Ukrajna. Addig egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az elmúlt időszakban rendkívül feszülté vált a grúz ukrán viszony. Már azért mindenek előtt, mert Grúzia tanulva a grúz-orosz háborúból a jelenlegi konfliktusban semleges álláspontot képvisel, foglal el, tehát egyrészt nem csatlakozott a szankciókhoz, másrészt mindenféle nyomás, elsősorban ukrán nyomás ellenére, Ukrajna a nagykövetét is visszahívta Tbilisziből, nem hajlandó megszakítani a kapcsolatokat Oroszországgal. Tehát egy kiegyensúlyozott, úgy is fogalmazhatnék, hogy pragmatikus, Magyarországhoz hasonló politikát folytat a jelenlegi grúz vezetés, ez nagyon-nagyon nem tetszik Ukrajnának. Ukrajna Szakasvili, az ukrán titkosszolgálatok Szakasvili hazatérésében, ugye ő megpróbált valamiféle káoszt okozni ott a választások előtt, aztán letartóztatták, tehát a hazatérésében is az ukrán titkosszolgálatok több hír szerint benne voltak, és teljesen logikus lenne, hogy nem tetszik a mostani grúz vezetés az ukránok. Most visszatérve a Hegyi Karabahhoz, az azeri örmény konfliktushoz, nevezhetjük ezt egy újabb proxy háborúnak, ami most itt kirajzolódik előttünk, tehát hasonlóan az orosz-ukrán konfliktushoz? Hát az egyik az, hogy Gábornak a mondani valójára visszatérve igen, a másik az, hogy elég aggasztó hír az, hogy Ukrajna már arra is hajlandó, hogy esetlegesen befolyásolja egy másik országnak a belső működését, hogy a belpolitikában is ilyen komoly módon beszeretne avatkozni. Az látható, hogy a kaukázusi térség, ami legalább olyan puskaporos hordó volt eddig is, mint a Balkán volt annak idején, és ahogy most is, ez tökéletesen alkalmas arra, hogy újabb zűrzavart lehessen kelteni, és szerintem akik ezt szeretnének ilyeneket kelteni, minden lehetőséget meg fognak ragadni. Az itt lévő kormányzatoknak elképesztően óvatosan kell majd lépéseket megtenni egyiket a másik után annak érdekében, hogy egy átfogó nagy kaukázusi háború ne kerüljön sor. Mindenek előtt ez egy örmény azeri háború, tehát ez egy történelmi szembenállás. Most ne menjünk bele, mert hosszú ideig tartana, ha csak a háborúkat felsoroljuk, de van ennek egy tényleg komoly proxy része is, hiszen egyrészről Törökország a türk világban a befolyását szeretné visszaszerezni, és így maga előtt tolja Azerbajdzsánt, és itt az úgynevezett Lacsini folyosó lezárása, meg így, ha megteremtődne ez a szárazföldi összeköttetés, az például egészen a Kaspi-tengerig Törökországtól egy folyosót jelentene, tehát a török befolyás további terjeszkedésének infrastruktúráját. Ez az egyik része a török. A másik az, hogy mindenképpen ez a nyugati hatalmak, hát itt Európa beszél, de az Amerika cselekszik, és az angolszászok. Hozzá kell tenni itt, hogy nem csak Amerika, hanem a britek is nagyon ott vannak a térségben. Tehát mindenképpen ők pedig Örményországot használják arra, hogy kiszorítsák Oroszországot a Kaukázusból, Dél-Kaukázusból. Tehát ilyen értelemben van proxy része, és egy dolgot mindenképpen említsünk meg, hogy Irán szerepe. Tehát hogyha úgy alakulnak a dolgok, hogy mégiscsak Azerbajdzsán majd örmény területeket is, tehát nem vitatott örmény területeket, itt is Zangezurról van szó, a keleti, délkeleti örmény területekről, Nyugat-Zangezurról, hogyha azt is megtámadja, mert volt erről szó, tehát Alijev elnök ilyeneket már mondott, akkor Iránt elvágná az egyetlen, a türk szorításból, egyetlen szárazföldi
kimeneküléséből, tehát vagy a folyosójából, tehát akkor még Irán is bekapcsolódhat. De egy hasonlóan súlyos történet volt, ami néhány napja Konstantinovkában történt, és most a New York Times szerint a szeptember elején a Konstantinovka piacán végrehajtott halálos csapást egy ukrán rakéta okozta. A lap az általa összegyűjtött bizonyítékokra hivatkozik, rakéta töredékeket, műholdképeket, tanúvallomásokat és közösségi média bejegyzéseket gyűjtött össze és elemzett, amelyek idézem, erősen azt sugallják, hogy egy eltévedt ukrán légvédelmi rakéta lehetett, amely szeptember 6-án a város piacába csapódott és 17 ember halálát okozta. A támadást azonnal az oroszok számlájára írták, az ukrán fegyveres erők szóvívője azt mondta, az ország biztonsági szolgálatai vizsgálják az incidenst, és a nemzeti jogszabályok értelmében nem kommentálhatnak többet. Hát ugye ez is egy olyan hír, amit itt már elmondtunk néhány adással ezelőtt, hogy milyen feltételezésünk van. Ugye az akkor úgy lett bevezetve ez a hír, hogy kötöttem egy fogadást néhány ismerősömmel, hogy ha Blinken látogatása kerül, akkor bekövetkezhet egy ilyen akció, mert rendszeresen érkeznek szinte megrendelésre, amikor nyugati vezetők érkeznek Ukrajnába, akkor rendszeresen történnek ilyen jelenségek. De nem minimum egy légiriadó. Így van, most ugye a hír kiderült, hogy abból a szempontból igaz, hogy ukrán rakéta támadásáról van szó. A másik, a hírnek a további része még nem folytatódik, hogy vajon ez szándékos volt-e, vagy csak tévedésből következett be, miután ezek fejlett eszközökről van szó, nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez most jelen pillanatban nem arról szól, hogy egy S-300-as rakéta a végén elveszítette a földi kezelőszemélyzet az irányítást. Itt például HIMARS MLR-es rakétát. Hát igen, úgy tűnik, hogy valami még van mögötte, és akkor még egyszer ne felejtsük el, hogy egy Blinken látogatás zajlott ez alatt az időszak alatt, amikben azonnal kellett komoly szalagcímeket létrehozni azzal kapcsolatban, hogy civil infrastruktúrákat hogyan támadnak az oroszok. Én úgy gondolom, hogy a kijevi vezetés nagyon céltudatosan használja ezeket a forrásokat. Én ugye korábbi, itt most a hírben az van, hogy majd lesz vizsgálódás, de korábban én az ukrán médiában azt olvastam, hogy nem lesz vizsgálódás, mert egyértelmű, hogy oroszok voltak, és akkor mit kell ezen különösképpen kivizsgálni. Hát természetesen miután a nyugati forrásokban ez megjelent, akkor megtörténhet ez. Az ott helyszínen mi is megvizsgáltuk a helyszíni felvételeket, ott jól láthatóak voltak azok, hogy más irányból érkezett a rakéta, mint hogy az orosz irány lehetett volna. A felvételen amúgy tükröződésekből például láthatók voltak autók, meg épületeknek az ablakainak a tükröződéséből amúgy direktben láthatóak voltak, beazonosíthatóak voltak az irányok, tehát akkor már megszületett bennünk a kétely, hogy ez ukrán rakéta lehet, de még egyszer mondom, a hírnek a második fele még nem hangzott el, hogy nem még csak feltételezni sem merték, hogy ez szándékos volt. Ami egy érdekesség, hogy egy szemtanú szerint a tragédia előtt pillanatokban leadott sortüzeket az ukrán katonaság az ellenőrzése alatt Druskovka város irányából. Tehát a New York Times azt írja, hogy egyrészt azonosították, hogy Druskovka környékén az a két kilövés akkor történt meg, mielőtt becsapódás lett volna Konstantinovkában, ez az egyik. A másik az, hogy nagyon fontos dolog megjegyezni, hogy a New York Times újságíróit nem akarták a helyszínre engedni először, és akkor mégiscsak sikerült egyrészt odajutni, akkor azonosítani. Tehát arról van szó, hogy több, nem csak egy forrásból, több forrásból azonosították, hogy ez majdnem biztosan vagyok, ki is mondják, hogy ukrán rakéta volt, és én még egy dologra hívnám fel a figyelmet, arra, hogy miért éppen most publikálták ezt a tényt, hiszen csütörtökön lesz Zelenszkijnek a beszéde a kongresszusban, tárgyal Blinken, Bidennel, és én ezt úgy vélem, hogy valahogy ennek a látogatásnak is az előkészítése zajlik az időzítésben, tehát egyre nagyobb nyomás nehezedik. De akkor ez minimum roppant kínos, nem? Így Zelenszkij kongresszusi felszólalása előtt, hogy ez most kiderült. Ukrajnának ezek kínos, ukrán igen. Fegyverek volt. Főleg úgy, hogy miközben a legtöbb katonai szakértő azt állítja, hogy Ukrajnának már avval kellene törődnie, hogy az elkövetkező heteket felhasználja arra, hogy olyan terepszakaszokon védelembe vonuljon át,
formáját, és megpróbálja majd megtartani az eddig elért eredményeket. Ehelyett folyamatosan továbbra is a támadást erősíti. Tehát történt egy ilyen incidens, ezt az incidens mégiscsak a nyugati média a felszínre hozta. Miközben arra számíthatunk, hogy az ukránok meg mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy addig, amíg Zelenszkij Amerikában tartózkodik, és ezen a munkalátogatáson, ami egy speciális formája ennek a nemzetközi diplomáciában, ez egy nagyon speciális forma, amíg ezen a munkalátogatáson részt vesz, addig ők elhitessék, hogy amúgy a győzelem még mindig itt van a sarkon. Tehát, hogy bármikor bekövetkezhet, és ahogy látjuk, hogy az európai média továbbra is folyamatos áttörésekről, menekülő orosz katonákról tudósítanak, miközben nem teljesen ez a valóság, addig az ukránok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez alatt az időszak alatt megpróbáljanak valami olyan kisebb eredményeket elérni, amivel továbbra is a bizakodást fent tudják tartani, hogy a fegyvereket, a lőszert, a pénzt az továbbiakban is küldenik. Hát így nehéz lesz, hogyha a New York Times leleplezi őket. Van, és van itt egy másik tény is, tehát az, hogy közeledik az amerikai választási kampány, és én úgy gondolom, hogy mind Blinken külügyminiszter kijevi látogatása, mind ez az út, ez lényegében arról szól, hogy valahol az amerikaiak készítenek elő egy B-tervet, amelyet abban az esetben, hogyha az ukrán téma toxikussá válna a kampányban, akkor előhúzhassák, tehát írhatnak itt az európai vagy az ukrán lapok ezt vagy azt, vagy amazt, itt az amerikai érdekek fognak dominálni, és attól függ ott, hogy alakul a helyzet. Alezredes. Blinkennek most nemrégiben volt egy meglepő nyilatkozata, az ABC-nek adott interjújában azt mondta, hogy ők mindig is tárgyaláspártiak voltak, ők mindig szívesen tárgyaltak volna a háború befejezéséről, és az ő véleményük szerint Ukrajna bármikor be is állna mögéjük, hogy ezt a tárgyalást folytatta, azt mondta viszont, hogy a tangóhoz két fél kell, és úgy tűnik, hogy Oroszország nem akar táncolni. Oroszország legalább háromszor tudjuk, hogy akar táncolni, mert háromszor volt békekötési kísérlet. Most megpróbálnak mindent az ukránokra ráfogni, hogy ők nem akartak részt venni ebben a dologban, de a blinkeni kijelentés azt mutatja, hogy ők már abban gondolkodnak, hogy kicsit ilyen anakronisztikusan elhitetik azt, hogy ők mindig is szerették volna ezt a háborút befejezni. Abban a B-tervben. Működtetni, tehát, hogy a B-tervnek az erőkészítése ebből a blinkeni kijelentésben már benne van. Megtilthatják Ukrajna elhagyását a katonáskodásra alkalmatlanok számára, számolt be az Elite Expert ukrán portál. A lap arról ír, hogy Zelenszkij új rendeletet adott ki, amelyben utasította a kormányt és a szakszolgálatokat, hogy dolgozzanak ki szabályozást a katonai szolgálatra korlátozottan vagy teljesen alkalmatlan hatköteles korú férfiak külföldi utazására. A portál értesülése szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy teljesen megtiltják Ukrajna elhagyását az említett kategóriába tartozó hatköteles korú ukrán állampolgárok számára. Továbbá október 1-től a tilalmat kiterjesztik a nőkre is. Elsősorban azok a nők nem hagyhatják majd el Ukrajnát, akiknek kötelező a katonai nyilvántartásba vétel. A portál emlékeztet rá, hogy a múlt évben már voltak kísérletek a katonáskodásra alkalmatlan férfiak kiutazásának korlátozására, és ezzel a hírrel fogjuk folytatni a szünet után. Tartsanak velünk akkor is, illetve szó lesz arról még, hogy a Bloomberg információi szerint az Európai Unió az Oroszországgal szembeni 12. szankciós csomagra készül, eközben pedig egy nagyszabású hadgyakorlat után kezd elmérgesedni a helyzet, ahogyan arról már beszámoltunk a hegyi Karabakhban is. Érdemes lesz velünk tartani. És folytatódik a háború Ukrajnában adása Stier Gáborral és Vukics Ferenccel. Köszöntöm azokat a nézőket és hallgatókat, akik most kapcsolódnak be a műsorba. És ott hagytuk el az előző részben, hogy megtilthatják Ukrajna elhagyását a katonáskodásra alkalmatlanok számára, illetve a korlátozottan alkalmasok számára is. Na most ez tényleg erre miért van szükség? Erre azért van szükség, mert nincs ember. Egyébként pedig ez egy embertelen döntés,
Tehát ezt én elképzelni sem tudom, hogy katonaságra alkalmatlanokat egyáltalán miért vegzálnak, fogyatékosokat miért akarnak a frontra vinni, betegeket miért akarnak a frontra vinni, akkor, amikor már a mostani félig kiképzettek között is sokkal nagyobb a halálozási arány, mint egyébként a rendesen kiképzett katonák között. Tehát amikor egyre kevésbé kiképzett embereket visznek a frontra, akkor eleve önmagában bele van kódolva, hogy eleve többen fognak meghalni. Tehát egyrészt írhatnak bármit a lapok, mondhatnak bármit az ukrán politikusok, ezek a döntések mind az ellenkezőjéről árulkodnak. Arról, hogy nincs élőerő, fogytán az élőerő, ezt az anyagháborút nem fogják bírni a végtelenségig. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy ebben a helyzetben az ukrán hatalom, én nem tudok másképp fogalmazni, mint hogy dehumanizálódik, mert ez embertelen döntés. Alezredes úr. Az ukrán hatóságok, illetve az ukrán média is megírja most már, hogy az utánpótlás, a veszteségnek az utánpótlása egyre nehezebb, annyira, hogy az úgynevezett előirányzatok, a tartalékosoknak a összegyűjtésére kapcsolatos előirányzatok, azokat nem tudják, 15-30%-ban tudják csak teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a hadszintéren lévő veszteséget pótolni tudják, időben, hónapokkal, hosszú hónapokkal korábban már fel kell készíteni a katonákat, de hogyha nem tudják csak a 30%-át összegyűjteni azoknak, akikkel pótolni tudják majd a harctéri veszteségeket, az azt jelenti, hogy amúgy is kevesebben és sokkal kiképzetlenebbül kerülnek ki a harctére, vagyis hogy sokkal intenzívebb lesz a veszteségeknek a mértéke, mint ahogy eddig megszoktuk. Most nemrégiben ugye szintén láttunk felvételeket, amik az ukrán közösségi médiákban terjednek azzal kapcsolatban, ahol a toborzó tisztek... Magyarán az eddiginél is gyorsabban és durvábban tolják bele őket ebbe a darálóba. Így van, tehát az a lényeg, hogy miután nem teljesítődik a tartaléknak a képzésének, a tartalék képzésével kapcsolatos elvárás, ennek következtében nem tudják felkészíteni azt a mennyiségű embert, aki tudná pótolni a harcszélen lévőket, és ez azt is jelenti, hogy sokkal gyorsabban fogják őket bedobni, mert nem tudják megvárni a 3-4-5-6 hónapokat, amíg a felkészítés eléri azt a szintet, amikor egy teljesen hozzá nem értő emberből valamilyen szintű katonát... Tehát a múltkor beszéltünk róla, hogy a 6 hónap az szintén kevés, végtelenül kevés. Így van, hát a 3 hét meg az 5 hét még inkább, és akkor azért visszatérnék, amit nem sikerült befejezni, hogy a közösségi médiában látszik, egyre több felvétel van, tényleg a fogdossák a katonákat, beszorítják őket, tényleg egy hajtóvadászat folyik a férfiak ellen, és az egyik felvételen látható volt, hogy a lakosság nőtagjai próbálják kimenekíteni a sarokba szorított férfiakat. Hát volt, hogy a hálószobában hogy kinyitják az ablakokat, igen, hogy be tudjanak ugrani, és akkor keresztül tudjanak működni, miközben folyamatosan szidják a toborzótiszteket, és megdobálják őket, ami éppen a kezük ügyébe kerül. Tehát úgy tűnik, hogy azok az ukrán emberek, akik ebben a háborúban harcolni akartak, azok már elfogytak. Felmentette az ukrán védelmi tárca 6 miniszterhelyettesét Rustem Umerov, akit a hónap elején nevezett ki Volodymyr Zelenszkij a minisztérium élére. Az elmozdított vezetők között van Hanna Máriár is, aki rendszeresen adott tájékoztatást az Oroszország elleni háború fejleményeiről. Hát miért ez a tisztogatás az ukrán védelmi tárcánál? Új védelmi miniszter van, egyrészt logikus, hogy akkor ő hozza a saját embereit. Ugyanakkor az nem logikus, hogy háború közepette leváltják a védelmi minisztérium egész vezetését. Még akkor sem logikus, hogyha nem a védelmi miniszter, és elsősorban a felelős azért, hogy mi történik a fronton. Viszont a beszerzésekért, az utánpótlási vonalakért, a sorozásokért, szóval mindenért azon kívül, amiért egyébként a vezérkari főnök felel, tehát hogy milyen hadműveletek legyenek, tehát ők felelnek. Tehát ez háború közepette, nem túl logikus, hogy finoman fogalmazzak. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy miért került egyáltalán Umerov.
a miniszteri poszt. A vadhajtások most azt mondja, hogy krími tatár és muszlim származású, és ugye ezzel azt üzenheti az ukrán hatalom, hogy igenis vissza akarja szerezni a Krímet Oroszországtól. Erről már beszéltünk, hogy ez az egyik dolog, meg jók a kapcsolatai az arab világgal, jók a törökökkel a kapcsolatai, és az Egyesült Államokkal a legjobb a kapcsolata, mert ott a bátyával együtt egy vezetőképzőben tanult, tehát hogy mondjam, ilyen káderképzőben, tehát Amerika bekötött emberéről van szó. Na és itt jön az, hogy egyrészt van óriási korrupció. Zelenszkij látogatása előtt föl kellett mutatni eredményeket, már az év elején a CIA igazgatója egy hosszú listát átadott Zelenszkijnek, hogy kiket kéne a legfelső szinten leváltani, de szerintem most Blinken látogatásán is hasonló nyomás nehezedhetett Zelenszkijre, tehát akkor ez is hozzájárul, hogy miért. És még egy. Én az említett B-tervet is idehoznám, tehát az amerikaiak közben készítik elő a terepet, az ukrán terepet is ahhoz, hogy Ukrajna alkalmas legyen majd arra, hogy a tárgyalásokra leüljenek. Tehát úgymond ilyen kevésbé ismert, arc nélküli embereket kell helyzetbe hozni, mert ők velük könnyebb lesz végrehajtani azt a B-tervet, hogyha úgy alakulnak a dolgok. Tehát Umerov egy ilyen figura, és egyébként ő neki, hogy miért őre esetett a választás, egyébként eredetileg nem őre esett, ő harmadik jelölt volt, de kettő nem fogadta el, hogy ő neki óriási tapasztalatai vannak a béketárgyalásokban, hiszen a Minszki, tehát a háború első hónapjában a Minszki és az isztambuli tárgyalások között ő vette fel a kapcsolatot Gerhard Schröderrel, aki egyébként elvitte az Umerov által átadott üzenetet, Zelenszkij üzenetét Schrödernek, és akkor ő ment Putyinhoz, tehát ő ott volt az összes béketárgyaláson. De szerintem az egyik legfontosabb az, hogy most tisztítják a terepet az amerikaiak ahhoz, hogyha lépni kell, akkor itt ne okoskodjanak az ukránok, hanem üljenek le tárgyalni. És az ukrán korrupcióról sokszor esik szó, beszélünk róla. Most sikasztás miatt letartóztatták a volt ukrán egészségügyi minisztert, ezt a Sky News írta meg, és az a vád, hogy Stepanov több mint 450 millió hrivnyát sikasztott el, egyébként az állami tulajdonban lévő ukrán nyomda vezetőjeként. És még mást, egyebeket is, mert ugye folyamatosan gyűlik csak az ellene felhozott vádiratban a különböző pontoknak a száma, de ugyanúgy láthatjuk ezt a Népszolgálja pártnak a különböző képviselőivel kapcsolatosan, akiknek aztán házkutatást tartanak. A házkutatásokon természetesen emellett, hogy ilyen szörnyűségeket követtek el, azonnal szentgyörgyszalagokat lehet találni, azonnal kiderül, hogy autonómia tervezetek vannak a fiókjaikban. Ő a Nestor Sufrics. Így van. Tehát, hogy pillanatok alatt zajlik az úgynevezett árulók elleni harc, de ne felejtsük el még egyszer, Zelenszkij elutazott az Egyesült Államokba, volt vele szemben egy elvárás, hogy fel kell mutatni a bizonyos tisztogatásokat, új arcokat hozott be, az új arcok könnyebben el tudják adni majd az új narratívát, az egy furcsa lett volna, hogyha azoknak az arcoknak kellett volna pont az ellenkezőjét mondani, mint amit eddig, valószínűleg ez az ukrán közvélemény is sokkal súlyosabban és keményebben reagált volna, vagyis lázadás közeli helyzet alakulhatott volna ki. De azért ezt ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban is vannak ukrán alakulatok, akik jelen pillanatban is arra hívják fel a vezetőknek a figyelmet, hogy vonják. De egyébként ez nem arról szól, hogy az ukrán vezetésnek új arcokat kell egyébként felmutatnia, akkor, amikor az Egyesült Államok megfogalmazza, hogy esetleg visszanyesi a támogatásokat, és ezzel lehet mutatni, hogy új lendület jön. Így van, igen. Hát ugye a nagy baj, hogy nagyjából ez lehet, hogy a végén azt fogja jelenteni, az Egyesült Államok úgy fogja magára hagyni Ukrajnát, hogy ráhagyja, hogy Európának kell majd ennek a háborúnak, meg ennek a konfliktusnak a költségeit elvinni, és a végén neki kell majd valahogy ezt az egészet megoldani, amiközben ő meg elkezd koncentrálni inkább a csendes óceáni térség. Tehát erről beszéltünk egész idáig, tehát ez a tereptisztítás és az új narratívának megteremteni az Ukrajnában a feltételeit. Nem csak Ukrajnában, hanem Európában is, mert Európára is komoly feladat fog várni, fizetni fog, mint a katonatiszt. És még egy dologra fölhívnám a figyelmet, hogy
Umerov ellen a pont a kinevezésének a napjaiban is egy korábbi ügye miatt korrupciós eljárást indítottak. Az a korrupciós ügynökség, ami egyébként amerikaiak kezében van, tehát ukrán korrupciós ügynökség, tehát még rövidebb pórázra fogni. Tehát akik most helyzetbe kerülnek, azok látszólag tiszta emberek, de nagyon is fogható emberek, és azt fogják csinálni, amit a gazda mond. Október elején mutathatja be az Európai Unió a 12. Oroszország ellenes szankciócsomagját, jelentette a Bloomberg saját forrásaira hivatkozva. Az ügynökség szerint a tiltásokat a szintén októberre tervezett Egyesült Államok és az Unió csúcs találkozója során jelenthetik be. Az uniós országok egy csoportja az orosz nukleáris ágazat elleni szankciókat tervezi előmozdítani. Az Oroszországból származó cseppfolyósított földgázzal és az orosz IT-szektorral szembeni korlátozásokat is követeli. Emellett a 12. csomag tartalmazhatja az Oroszországból származó gyémánt import tilalmát is. Hát már megszámolni is nehéz, hányadik szankciós csomag ez? Hát igen, ez a 12. lenne. Az jut eszembe elsőre, hogyha ez megvalósul egyáltalán, akkor ez nem is szankciós csomag, hanem a szankció kerülésnek, a lyukaknak a betömése. Mert ugye a gyémánt import miért? Ez belga érdek volt, és akkor az azért nem került be. A cseppfolyósított földgáznak az európai importja Oroszországból megduplázódott az utóbbi időben. Tehát és folytathatnánk, amit igazából fáj Oroszországnak, az az IT-szektor, vagy fájhatna, de egyébként amikor a Bloomberg ilyeneket megröptett, megszellőztet, akkor azért utóbbi időben eszünkbe juthat, hogy ez egy tesztelés lehet, hogy ki mit szól ehhez, és például a nukleáris ágazatra valószínűleg nem csak Magyarország, hanem Franciaország is nemet fog mondani. Tehát egyfajta szondázás folyik, de a más részről abban is biztos vagyok, hogy a brüsszeli vezetés, az Európai Unió jelenlegi vezetése nem a 12., hanem a 20. csomag is elmenne. Hát eközben pedig zajlik New Yorkban az ENSZ közgyűlése, szinte mindenki ott van, Kína, az Egyesült Államok, Ukrajna, Oroszország, és ott van Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter is, és ő most egyébként felszólalt az ENSZ közgyűlésben, és ennek a rövid összefoglalóját láthatjuk most. Itt vagyunk New Yorkban, itt vagyunk az ENSZ közgyűlésén. Az ENSZ-t nem azért hozták létre, hogy a hasonló gondolkodású emberek csoportosuljanak benne, arra vannak más szervezetek, például a NATO vagy az Európai Unió is ilyen. Az ENSZ-t azért hozták létre, hogy az egymással akár még háborús viszonyban lévő felek is az ENSZ keretei között legalább beszélni tudjanak egymással, mert ha beszélni tudnak egymással, akkor van remény arra, hogy valami fajta megoldás körvonalazódjon, vagy legalábbis a helyzet ne romoljon, vagy valamit javítsanak az adott háborús helyzetet. Itt most ezt az egy hetet meg kellene ragadni a világnak arra, hogy békét teremtsünk Ukrajnában. Itt vannak az oroszok, itt vannak az ukránok, itt vannak az amerikaiak, a franciák, mindenki itt van. Itt lenne lehetőség arra, hogy mindenki beszéljen egymással, úgymond semleges területen, az ENSZ keretein belül. Amíg mi itt az ENSZ közgyűlésen vagyunk, minden nap emberek halnak meg Ukrajnában, minden nap további rombolás és pusztítás történik, tehát gyakorlatilag a béke körülményei, a béke feltételei holnap rosszabbak lesznek, mint ma, és tegnap jobbak voltak, mint amilyenek ma. Magyarország, a magyar kormány a béke pártján áll, és most Szijjártó Péter előr beszélt, a reményét fejezte ki, hogy na itt a lehetőség, mindenki itt van, legyen meg a párbeszéd, és ez előmozdíthatja a békét. Előmozdíthatja? Látnak erre az urak lehetőséget? Én pessimista vagyok, tehát én nem nagyon látok ugye Kína nem államfői szinten képviselteti magát, az alelnök tárgyal, aki egyébként tárgyal az amerikai külügyminiszterrel. Egyébként itt lehetnek komoly eredmények, itt például abban a kérdésben, hogy előkészíthetik Biden és Xi Jinping találkozóját, amelyek azért érik, hogy még idén vagy jövő év elején megtartsák, sorra kerüljön.
De például a Zelenszky az ENSZ-ben az ukrán béketerv mellett fog lobbizni, tehát oda próbál gyűjteni, ugyanúgy, hogy próbáltak Dzsiddában, majd előtte Koppenhágában országokat, de nem lesz ott a kínai, bocsánat, az indiai miniszterelnök, vagy az európaiak közül Macron, vagy a brit kormányfő, tehát kisebb egyeztetéseket tudok elképzelni, áttöréshez közeli helyzetet nem egyáltalán. Hát egy másfél percünk maradt körülbelül. Az én véleményem szerint a nemzetközi szervezeteknek itt az idejük eldönteni, hogy akarnak-e tovább működni, vagy sem. Tehát, hogyha jelen pillanatban az történik, hogy különböző hatalmi csoportosulásoknak a érdekérvényesítő szerveként fognak tovább működni, akkor itt egy világrend átalakulás során szembesülhetünk majd azzal, hogy ezek szép lassan el fognak tűnni, és a jelentőségüket teljes mértékben el fogják veszíteni. Szerintem az utolsó pillanatoknál tart az ENSZ, hogy valójában nemzetközi küldetését valamilyen úton módon be tudja teljesíteni, ha ezt az elkövetkező egy-két évben nem tudja megtenni, szinte biztosan mondhatjuk, hogy a világ átalakulásával maga az ENSZ is, és a hozzá hasonló szervezetek is el fognak tűnni a politikai életből. Stier Gábornak és Ukics Ferencnek köszönöm szépen az elemzést, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Köszönöm a felelős szerkesztő Virághalmi Sarolta nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk, és folytatjuk az orosz-ukrán háború részletes elemzését. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra, viszonthallásra.